Feltűzték a szalagot a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Eszterházi Technikum végzős diákjainak. A dombovári iskola minden évben arra törekszik, hogy felejthetetlenné tegye ezt az eseményt ebulói számára. Egy kicsit szeretnék minden évben különlegessé tenni, mert ez az egy óra, ez igazán az övék. Tehát igazán azoké a gyerekeké, akik hozzánk járnak 4 vagy 5 éven keresztül, és nagyon-nagyon szeretnénk emlékezetessé tenni számukra. Én azt szeretném, hogy olyan szalagavatójuk legyen, hogy amikor ők is szülők lesznek, vagy nagyszülők, és elkísérik a saját gyermeküket a szalagavatóra, akkor el tudják mondani, hogy amikor az én szalagavatom volt, akkor bizony, mondjuk a Király Viktor, vagy a Földes László, vagy az Alatnai Cini énekelt nekünk. Tehát egy olyan szalagavatót szeretnék mindig, minden évben, aztán vagy összejön egyébként, vagy nem, ami különleges és emlékezetes marad nekik. A szülők számára a legnagyobb büszkeség, mikor gyermekük elér életének egy fontos fordulópontjához. A gyermekekből felnőttek lettek, akik számára meglepetésekkel teli estét tartogatott a szalagtűző. Annyit tudnak, hogy a Király Viktor fog fellépni, de sikerült szereznünk egy videót Korda Györgytől és Balázs Klárikától, ahol köszöntik őket, nagyon kedvesek és aranyosak ezen a videón. Továbbá a tanárok is készülnek egy számmal. Tavaly táncoltunk, idén pedig énekelni fogunk nekik. Napokban beszélgettem egy másik iskolában tanító kollégával, és kérdezte, hogy megéri-e ez az egész. Tehát azért ez nagyon sok energia, nagyon sokat készülünk rá. És én mondtam neki, hogy nem tudom, hogy mi az, hogy megéri. Tehát ezekért a gyerekekért, én nem tudom, hogy ki imádkozik, vagy imádkozik-e, de ez az egy óra ilyenkor annyira szépek. Tehát, hogy hadd legyen ez tényleg az övék, és annyira szép, amennyire ők ezt elképzelik maguknak. Az iskola sportcsarnoka megtelt a végzősök hozzátartozóival, akik kíváncsian várták az iskola és a végzősök által összeállított műsort. 112-nek fognak tűzni, van közte sportos, fodrász, hegesztő, vendéglátós, pincér, az osztályfőnök tűzés egyszerre. Tehát nem szoktuk név szerint, mert akkor nagyon-nagyon hosszú lenne maga a műsor. Én kérem fel az osztályfőnököket, hogy tűzzék fel a saját tanulóiknak, az osztályba járó gyerekeknek a szalagot. És akkor, mikor megtörtént, akkor utána biztosítunk egy kis időt a szülőknek, hogy nyugodtan fotózzák le ezt a jeles pillanatot. Az osztályok ünnepélyes bevonulása előtt a végzős diákok izgalommal telve várták, hogy kezdetét vegye középiskolás diákéveik egyik fontos eseménye. Az elmúlt évek alatt összekovácsolódtak az osztályközösségek, egy csapatként indultak neki ennek a fontos estének is. A mi osztályunkról annyit tudok nyilatkozni, hogy készül egy tánccal, pontosabban 2-vel is, egy osztálytánccal és egy keringővel, illetve a tűzésen fogunk még javába részt venni. A többiek pedig meglepetéssel készülnek még számunkra is, mi sem tudjuk az est folyamán mi jön még. Az osztálytánc az egy előre megszervezett, általában titkosan zajlik mindenki előtt, és az utolsó pillanatban derül ki, hogy mivel is készül az osztály, ez általában egy egyedi produkció. Hát ez több hetet vett igénybe, sok szervezést és munkát, de szerintem megéri, és nagyon jó lesz. A végzős diákok valóban nem sejtették, milyen meglepetéssel készült számukra az iskola. Nagyon jó érzés, nagyon imádjuk őket, és fogalmunk sincs, hogy mivel készülnek, de nagyon várjuk. Ez a úgymond utolsó összetartó programunk, a szalagtűző. Nyilván lesz a ballagás, de az nem lesz ilyen nagy program, mint ez. Nagyon várjuk, és nagyon izgatottak vagyunk. Osztálytánccal készültünk, és rengeteget gyakoroltunk, és még mindig nagyon izgulunk. Miután az osztályok elfoglalták helyüket a színpad előtt, jöhetett az est első meglepetése, Király Viktor és a Hemi Band az iskola tanári zenekara. Ezek pedig nem üres szavak. A középiskola az egyik kikötő a diákok életében, ami mindig visszavárja majd őket. Most a feltűzött szalag jelzi, hogy egy fontos fordulóponthoz ért az életük. Jöhet az első nagy kihívás, amelyre már évek óta készülnek. Ez kívánt minden jót a kordaházas pár is egy videóüzeneten keresztül. A tanári kar pedig legalább olyan izgatottan állt ki a színpadra a meglepetés dallal, mint ahogy a diákok is várták ezt a jeles napot. Ugye mi jó barátok vagyunk, tudod, első pofon a legnagyobb, aztán a többit lassan megszokott, tudod, a
első pofodat.